Oké, mehet. Na, pajaomba. Az egész úgy kezdődött, hogy ugyebár Marci megszületett, és ugyebár mindig szelmeket átult a ember körébe. Azt hogy a picsába. Nem tudom, ez egy Halloween külön kiadás. Hát, és tényleg. Na mindegy. Aztán meg megszól az izé a Tomi a falkasdi. Hogy el már segíteni nekem csinálni azt a kurva vízlány pózdát, mert nem bírok odafejéni, he. Az minek neked a hülye vízlány pózna, he. Már az az idióta apád vízlány szerelő. Hát. Na minden, Marcinek beszélt a mamájával, ugye már Tominak a apja izéve, Tominak a anyjával, hogy szólj már a fiam, hogy legyen hülye tapasztalat. Kurva száját. Tomik ott szerette a vízlány póznát, megszólva. Az jó lenne, hogy nem lebasztál engemet a sínről, hanem így segítenék, mondja a Marci kapogat. Sínről? Azt mondja, Tomika elkezdte így a hülyepózra ütni, mint a hülye, mondja, hát ne basztál. Nem ment be. Azt így megszólva a hülye Marci, hogy így, hogy én szemeket látok megint. Tomikák vörös volt a szeme, mondja, mit láttál megint. Már izé, már ideges most. Hát, aztán hogy mondja izé a Tomika, jó lenne, hogy emilyen fasságokról kell mesélni a jó Isten basszom, mert megszól Marciak az anyja, jó lenne, hogy nem így beszélni a fiunkról, bassz, meg a tökörünknak. Hát a hülye Tomika az mindentre képes, he. Hát, na ide aztán családi beszélgetés volt, meg ilyenek. Ez aztán... Szóval Marcika inkább bemelt inkább játszani a Airsoft-os fegyverek, mint hogy hallgattam a Tomit. Nem, az úgy volt, azt mondja, hogy kimentem a kertbe, úgy lövöldöztem. Kivitte a kertbe a Airsoft-os fegyverét rőni, kiabálni egymással a Tomi meg a felsége, hogy a csári háttér basszátok meg. Na minden, Marcika másna fölkert, megmosta a fogát, meg minden. Aztán elment a iskolába, mindenki tudta a Marci szemeket, hát azt tették a fogyatékos, meg ilyenek. A kurva anyjukat akkor. Aztán... Mint barnagyan a szerben, az adminok, akik mondják, hogy jó, akik fogyatékosnak neveznek, azt jó szántékból mondják, hogy mi. Amúgy meg, igen. Na mindegy, aztán meg... Marcika látja úgy, hogy a szemeket. Aztán meg bemegy a iskolába. Mindenki elkezdte csúfolni. Na gyertek, hozom az éjszottas fegyvert akkor, a csúfot. De egy jó barátja volt a Stone. Na, az is valami. Azt én még megjelennek, mert ugyebár én nagy rocker vagyok, meg ilyenek, azt megjelennek. Mondom a Marcoknak, meg megint milyen kísérletet állt, hogy bassza a szánkot. Úgy a szádat. Majd mondja a Marc, inkább fogd be a pofa redben, inkább nem hangoztatnám azt, hogy honnan jöttem. Mondom, miért? Hát egy idén Pestván megyébe jött, úgy tudom, aztán megvehetek engemet a... ott anyát. Na, én azt mondtam, hogy te Romániában jött, és azért vertek nagyon téged. Tudom, hogy az is. Ugye már így nem szerették a városi tuskókkal. Hát, nem véletlen. Na minden, aztán beszélged a Stone-nal, most mit érjük, egyen mondja a Stone neki, hát figyelj, ha már itt tartunk, akkor jó enne, ha már kölcsönadnád nekem azt a gumicukorkát, ha már jó enne. Milyen gumicukor? Ja. Hát így van írva, ízva a gyerek. Na minden, aztán kezdődött ilyen próba, mert ugyebár lett volna ilyen, úgymond, ilyen rendezvény, aztán én voltam a bíró, a Stone meg a fal, vagy tudja a tököm, hogy mi. A boszorkány pedig Zsófi. Na, ennyi. Igen, még ott álltam, bámoltam a Marcit mókum szemekkel. Akkor is mosogtam, a zsebemben volt a észoktos revolver. Na, pedapofád, te behosszattad mi. Én meg... Hát te meg nem. Na minden, azt nekem volt egy köcsök tanár, az volt a Noémi. Azt mondja a Marcinak, jó, hanem erőteljes hanggal mondnád azt, hogy nem vagyok buzi. Mi a fasz? Mint a unoka bátyát a visszapenítve.
már a Benike annyit el tudni, hogy ő ugye, ugyebár elvégezte a 8 általánost, a szakás segédet, a asztalos, aztán meg csövesett be, mert ugye már kiugták a Tesco-ból. És így úgy szemeket látott, azt megállta a papát, a papát pedig így megbaszta, de utána Benike baszta meg magát újrazta. Hú, ez nagyon beteg már most. Na mindegy. Aztán kizé, mondja a Marci, hát én nem tudom, mit csináljak. De nem akarok én erre a sorsi jutni. Aztán én pedig a háttérben elvettem a iSoft-os emulát, azt beelőttem a Marcinak a senképpen. A fel a bocskos pofádat. Marci elkezdett össze-vissza ugálni, mint a bakkecske, aztán kizé, a színpadon mindenkit reölköd, aztán ott röhögtem, mondjam, áll a nékem. Kurva szállodat te. Hát az egy ilyen fájdalmas szociók kettes, te mocskos cigány. Na innen Marcika bement a mosdóba, az megnézte a segélyt, aztán gátta a jó izén, jó szín. De tudod, hogy még az izé és a bére befújott a bébé golyó. Az jó büdös volt az izébe a színpadon, mondja, hogy kihozott be egy iSoft-os fegyvert. Én még gyorsan betettem a táskába, azt hozzám betettem. Te mindig elfutsz-e valahogy. Mert ugye már olyan annyi ideje tudni, hogy én ugyebár Alexnál rakok, meg a Isa Stone-nál, szóval mondod, gyorsan hazamentem. Alex. Azt mondja a Marci, hogy kúrva, mindjárt akkor tudom, hogy ki fog. Hát, hogy ki más lehetett, he. Na mindegy, aztán Marci meg a Stone mennek, azt mondja, Marci még most is fáj a segge, mondja a Stone, hát tudom, hát a Tomika mondta nekem behoz az iSoft-os segge, de nem gondoltam volna, hogy tényleg behozza. Meg hogy tényleg elsüti, he. Mondja a Marci, Marci, miért nem izé ívjuk ki a rendőrséget igazi vannál? Mentek volna a rendőrség felé. Aztán eljött a Benni. Aj! Mondja a Benike, szörnyű nagy átok fog ide érkezni, fiaim! Mondja a Marci, ha, mondja az Izaszton, hát az a nagy átok, hogy te ízicsöves vagy, meg a leprásva. Hát, hogy itt vagy, bassza meg. Mondja az Izaszton, vagyis a Benni, hát a pofát, én inkább dolgoztam, mondja a Stone, hát látszik, amennyire dolgoztál, kibasztok a Tesco-ba. Amár nem törülted ki a seggedet azért. Hát, na mindegy, aztán meg Marci felhívta beszélni, hogy jó lenne, hogyha tényleg komolyan venni, mert ugye mutatta neki a könyvet, ugye azzal tudná megállítani a boszorkányt, meg a zombikat. Aztán mondja Marci, hogy de nekem mondta a Tomi apám, ugye te vagy a nagybácsim, meg a nagybátyám, hogy ne álljak vele szóval, mert te furcsa vagy. Hát igen, furcsa vagy, mert az egy dolog, hogy én okoztam a 48-as hadtesti a háború, meg ilyenek, meg büdös kommunista vagy. Úgy ráthatott. Na minden, aztán Marcival elkezdett beszélni, aztán látja a Marci, hogy ízli a Tomika Beninek a nyakába ordók egy bölcsi. Hát akkor tényleg az lett bossza meg. Mondja ízének a Beninek, hogy miért van rajtad bölcsi, akkor aztán Benik eltakart, mondja Beni, ő kussolja. Marci tökül akartam volna rúgni, de nem akarta. Aztán kizja, azt tudom, nem is bírt volna, he. Azt tudom, meg mondja neki, hogy nem, van egy műfa, azt nem húzol innen, akkor a seggedbe. Megszólja, Beni, aztán fogtam magát, az inkább hazament a Redpás házába. Így adott a romániai telepazi. Hát. Na mindegy. Mindenki hazament. Aztán meg átmegy az Alexhoz. Na az ne. A Marci, meg az a Stone. Én nem voltam otthon, mert ugye még mentem csajozni. Mert ugye, igen, mert tudtad, hogy én átmegyek oda hozzád, akkor neked véged van. Az ilyen szoptos balhívte. Na minden Marcik a társat akart volna kéni az izétől. Alexhoz, hogy jelzte a bőjeltőne engemet, vagy nem. Mondja az Alex, figyelj ma, hogy a hazait, akkor elintézem nyugi jó kezekbe. Mondja, Alex annyit el tudja, hogy a idegen régióban szolgált.
és kigyúrta magát, mint egy állat, onnan egy izompacsitta lett, a szemét égetőnél dolgozik. Ez a szemétterep. Na minden, aztán Marci bement a szobámba, az elvette a sárgámmal, meg a éjszoptos egyben, mert ízé büntetés vonja, Marci, mert egyéb múlva megkapja, amit a iskolában, amikor visszaadják évvégén a telefonot. Eljön, de azt is úgy kapod vissza, hogy üresen. Hát Isten, hogy ízéket nem találta meg a lőszereket, mert azokat külön távoltam. Hát én megvettem, én vettem azt előtt, aztán meg azt tölt, azt vittem el belül. Na mindegy. Az elkezdett a izé beszélni a Marci, azt mondom, hogy nagyon inkább menjünk átszolni inkább a halott kutyámmal, már a Marcika tud beszélni a halott kutyámmal, hogy nézze a Alex, akik szemekkel. Ez súlyos. Tényleg így van talán. És jó, innen elkezdtük játszani, meg nézzük, hogy elkezdtük javartak, ahogy javart a büdött cigány. Mert azokkal is veszekedett. Hát Alex egy átlagos napját hallottuk. Megint a Benika a háttérben, Benika ugye az a ment a Eprás házába. A házom úgy nézett ki, mint a Titanic. Előtt, amikor elsüllyedt. Hát. Aztán majd mondja az izé a Benny, ha felszor, az a dagadt büdő, az a dagadt állat kurvasztom. meg az idióta unoka, a tesóm a hülye Marci, nem akarják enyhíni, hogy tényleg éteztek a zombik meg a boszorkányok. Hát ilyen hülyének, mint ebben biztos nem viszek el semmit, bazd meg. Benny kell, ugyebben nagyon vörös volt a feje, és ugyebben neki, mert ugyebben vörös a feje, akkor azt jelenti kurva méges, meg ilyenek. Miközben az óvos megmondta neki, hogy ne egyen olyan méges, mert a fasz a szétduhan, az meg. Úgyis aztán... volt, hogy nagy pukkanás hallotta Benny, mondja, na bazd meg a fasz a szétduhan. Hát nem sokat vesztettünk érte. Azok a kisétetje előjött, mondja, tényleg, a hülye Marcika látja a kisétettemet a szellemben. Na, bazd meg, nem hiányzott, na, még csak ezt jelenik, hogy a Benikét még kisétett korábban is lássam. Mondja ízni a Beni, na, akkor át fogunk már menni hozzá, és elmondom neki a véleményemet, mert a szédül volt a faszom, hogy neki kell majd megállítani a ízét a boszorkány meg a zombinek, nem tudom megállítani fasz nélkül. Nem tudja azt is faszra húzni. Na, mindegy. Aztán az íz elkezd, aztán a színpadon elkezdődött a ízi a szövege is. Én is ott voltam, elkezdtünk verseket mondani, meg ilyenek a boszorkányokról. Aztán meg, én megyek ki a színpadon, hoztak ki nekem ízét, csomagot, egy ízi a Ruger pisztolyt. Na. Ez egy A-szoftos Ruger pisztolyt, ízi CO2-es. Mondom, jó, oké, beeltöltöm, amely az a faszop elnyújtott, olyan van a revolver, meg a shotgun. Hát, a múltkori akció után még szép, az a minimum. Minden, aztán a Marcika elkezdett mesélni, meg ilyenek, aztán ízre látomásai voltak, amit a hülye Benike mondott, és azok tényleg megvalósultak, hogy tényleg ez egy ilyen dolog, hogy a zombik fognak eljönni, meg mindenkit meg faszra fognak húzni, meg ez a boszorkány nő, ízé, Marcika faszával vágyik. Na, baszki. Na minden, aztán mondja ízé a Marci, jó, oké, akkor ezt el fogjuk ízéni, aztán ilyepik a háttében ízé fejbe törődtem. Kurva anyád, nem volt elég a múltkori. Minden Marci összeesett, aztán gyorsan behűttem a WC-be. Erre raktam rá GPS-t is, he. Gyorsan bevittem, aztán ezt megnéztem a telefonján a fotókat, és hova dughatta a észoptos fegyvemet, aztán átvettem hozzá, az visszavettem. Mit vettél te vissza, he? Te max izét vettél, izé orvosi készléket a sebedre, azt veszed vissza te. Hát adtam neki egy izét, egy Deák Ferencet, oda is ittam neki, hogy izé, hogy költsük el ma az MP5-et, de Deák Ferencbe azt vesz magadnak, amit akarsz. De jó. MP5-et is elvettem tőle, csak kölcsönbe. 5 hónapra. Milyen kölcsön ezt, hogy 5 hónapra elviszett? Kaptál egy 20 000-est. Hát... Lapot tudsz venni sört, vagy valamit. Hát... Az is valami, de hát...
Én ezért lehet, hogy 5 hónapra kölcsönkét, de én 1 hónap alatt visszaszerzem. Hát, na ide Marcika, Marcék mennek haza, mondja a Tomika, a kúva Isten basszak, jól leégetti az ebbe elkevőt. Hát miattad leégettem, hát. Nem na visz magaddal érszobta a fegyverekkel. Na minden, aztán meg... Ilyen, most dolgokban, ugyebben mentünk vissza iskolába. Nagyban húlyozok egy kurva jót, Marcek ott depressziózik a WC-be. Hát ilyen fasságod miatt, te mindig alkotsz valamit a Benny helyett. Már ugyebben én a WC-ben nekiálltam oda rajzolni, hogy köcsök izé... Köcsök Benny csövet. Azt hagyottam oda izé a falon. Közben hallottam a Marcika elkezd kurva anyázni, meg ilyenek, mi az elnyújtam tőle az MP5-öt. Mondom a kurva anyá, majd megmondja, kapod egy deák fejét. Hát jó van, de 30 ezeret fizettem azért a szarén majdnem. Jó van, bocs. Na, azt meg itt eljön a Benika a háttérbe a kisétetje. Marcika meg látta. Na baszki, na még ezt hiányzott. WC-be kijött a íz a Benny, mondja a Benny. Hú, valak baj történt, Marci. Miért mit történt? A szétdúvant a faszom. Levette a Viagrát és egy kávét. Mondja a Marci, el fogani menni, hogy felhúztad magad, amit a szom mondod neked a kioktatod. Hát persze. Hát ott nem bírta elviselni, neki volt igaz. Mondja nekem Marci, áll bennék, nem kellett van magadat felhúztad, pedig az orvos nem mondta neki úgy sem magad, mert akkor egy szétdúvant a faszot, az vége mindennek. Hát már vége lett neki. Na mindegy. Aztán a Marci Benike felvilágosította, hogy nem állítja meg a kis étetet, akkor szörnyű nagy feketesség fog eljönni a világon, és akkor ő lesz a hibás. Marci elkezd kiabálni meg ilyenek, hogy hagyjál béké a kurva anyádat, te reptál. Én nagyban húgyoztam, meg szaltam. Aztán felfigyelti azt, hogy kivel kiabál. Kivel kiabálsz. Közben az MP5-öt bámulta, milyen kurva szék. Igaz, hogy egyszer lejtettem a szekrényből, de igen. Gratulálok. Na minden. Ha nem lett baj, amore. Az a jó. Na minden, aztán meg... Marcika kifutolta, aztán ment haza. Aztán végül elhitte a Benny-nek a historiáját, aztán elnyugtatta magát, jó, oké, akkor elmegyek az ő kedvét. Aztán eljött a Izzy-nek a Tominak a... Mamája mondja, hogy jó lenne a tegre menni, mert tényleg ezzel meg fognak történni, amit a hülye repráztól. Hülye repráztól. De minden Marcika fogta a BMX-et, megszökött a nővéjettől, mert neki van nővére. Na igen, igaz, hogy bátya vagy öccse, mondom, minden nem bajozták. Na most akkor melyik? Ugye a tökön meg nem tudják, ha ízi YouTube-osokra. Mindegy, aztán meg... Jó! Aztán meg ízi, én a háttérben elkezdtem táncolni, Marcia megállt engem a BMX-től, hogy MP5-től dicsekedek a csöknek, és közben táncolok. Álltam, ízi, mehettem meg a cserbi volt, ízi, Tesco-s... Tesco, ízi, egy EU-hába. Na, látod, gyengyelőséges a munkájéhez. Én ott táncoltam a osához, egy EU-ra van valakat, a bicsekedő a csajok, hogy a osába dolgozik, van különbség a Tesco meg az osán között. Igen, ezeket tennék MP45-re. Igen. De amit azért, mint a íz, az Atlantisból, az is íz a Tesco-ból vette. Hát. Na minden, aztán meg a Marciakek által az elütölt engem, mert mondom nagyon utána megyek. Hát most megkaptad a magad életed buzi. Odaálltam a cserbiak, vigyel haza a észoftos fegyvert a Lexhoz, én pedig mentem futva a Marci után. Hát öcsém, az utol kell érned. Minden Marcika megékezett a Benny-nek a reprás házába, ami úgy nézek, hogy egy rakatlan. Megy be. Aztán meg megálltja, tényleg a Benny-ke meghalt. Mondja azt a kúveget, hogy néz ki ez a gyerek. Minden elvett, próbált elvenni a könyvét, ütötte, vágta az arcát, a holttestet, mondja, a kúva, anyád! Bennike meg így a háttérbe. Jött a háttérbe. Na minden, aztán végül nagy nehezen kivette a kezébe a könyvet, aztán így a Bennike ráesett. Na, az így. Holtteste.
Azt mondja, hogy nagy nyelvét kinyújtotta, azt a nagy büdös pohép nyelvét. Kurva száj. Marc megbírta eszedni magám, úgy tapad itt a mágnes. Mondja, Marci, fúj, bazd meg. Minden után egyébként egy félúton voltam, igazán köptem a tüdőmet. Na úgy, mint amikor ízé, te az Alexet cseszteted, ő megvált, hogy te elfáradja. Na minden, aztán Beninke, Marci elkezdte mondani a mondókát, azért pedig eljövök a háttép, az Marcit megrököm, mondom, meg a kurva anyára, mert sikerült a csajózásom, meg ilyenek. Aztán eljön egy nagy fekete felhő, egy rózsaszínű, nyilaszínű, meg piros változat. Aztán meg a bosszorkány elkezdi ízni, azért pedig megjegyeztem, az kikaptam Marcinek a kezébe a telefon. A fedapofád. Az izé, megnéztem a Budapest Kecskemét, amikor jön a vonat, aztán fogaltam negyet itt, az negyet is, az már Marcinek kikapta a kezembe, az pofán vágod, mondja, te is szopsz velem, megy itt a köcsök. Igen, már izé miatta történik ezek a ügyességek. Nagykák szemekkel nézek, mondom, gyorsan menjünk el az a unokapátyáról, szeretek mondani, neki vannak AK-47-esé, meg észoptos vagy, mondjam azt, hogy te hülye vagy, csak a hülye Tomika mondja. Ja. Na minden aztán, ha oda mentünk a győzködés után. Hát ezek után. Felbújtam a házat, kerestem a észoptos fegyvereket, mondjam azt, hogy már abba bazd meg el, ez csöves gyerek, hanem teszétek itt el, te észoptos fegyverekkel. Tehát találtam egy izét, egy pisztolyt. De az mi anyag volt, az össze volt törve. Hát... Mondom a Marcinek, hát csak itt a bizonyíték, aztán valaki elkezdte ugdosni az ajtót, azok a zombik voltak. Mondja a Marci, bújj el, te buzi! Elbújtunk, bejönnek a zombik, mondják, hogy faszt akarnak, meg ilyenek. Na bazdnek. Ilyen pedig nagy nyögésekkel mondom, hogy... Add ide az MP5-öt, bazd meg. Mondjam, a Marcinak a táskában volt az MP5. Hát neked mondjam, kurvára nem adom oda. Mondjam, Marci, biztos, hogy nem, már a hülye fejedet elpék ott hagytad a ízzel lőszer. Így van, akkor már látod, akkor mi adnám oda, főleg az enyém volt, úgyhogy itt az ide, hogy visszaadjad. Na minden, azt mondjam, besokaltam az nagy kiabása, ízzel kifutottam a ház, mondjam, Marci, hülye állat, ebuktunk. Hát, szégyed magad, te mocskott cigány, miattad buktunk le már megint. Izé, futunk haza. Én még próbáltam ennyire Marcinek a kezéből, kikapja a telefont, hogy hazamenjek Dunakeszihez. Hát, te nem mész sehova, ugye akkor. Velem együtt jössz a pokolba. Na minden, aztán izé a háttérbe, meg a izé a Marcinek a izé a nővé elkezdte keresni a Marcit, hogy hova tökében ment. Na, hogy hova tűntem. És miközben a busszal mentek, aztán meg mondja neki a Alex, mondja, hogy Alexban nagyon szerelmes volt a lány, majd mondja az Alexnak, hogy fú, de lefeküdnék vele, hát ízé, eszom, hogy te lesz a ízek a sógalmat, ízé, eszom, hogy megölöm így, meg úgy. Gondolj bele, Alex, hogy te elkézzel. Szom meg a háttérbe, a busztok a hátulja, mondja, hú, balzeg, ezek hülyék. De amikor Tomika megmondta ezt, hogy megmenti az ország, a város egy passzopást. Elpasszopástom. Ja, mondom, ez szülye. Na minden, miért még futottuk a utcán a 62-es úton. Ja. Ahogy a izében van a... Már ki itt a 67-es utat kiénekelte, cipő. Ahogy a cipő énekelte, milyen pedig csak futottuk, annyi különbség, hogy nem kocsiba mentünk, hanem futással. Nem, mi futottunk, mint a hülyék. Én akkor nem kaptam ki a tüdőmet, mondja, az Andrai megindult bennem. Beindult benned az Andrai. Hát. Igaz, hogy rábam kurva a fájni a Marci téderúgod, mert ugye nem akart odaadni a telefonját, hogy hazamenjen. Hát te nem bírsz sehova. Miattad, akkor te is szopsz velem egy. Na minden, azt megálltuk a izéket. Alexékat, beültük a buszba, mondjuk az Alexék, húzunk már a picsába. Azt mondja, hogy hülye Alex elcsapott egy csávot a hát izé buszra. Megáll, kiszáll, azt mondja, izé mondja, hát még nem érte túl az izé a csába, azt mondja, elesik a feje, azt mondja, elő izé.
feltámad, az egy zombi volt. Mondja Maci, jaj! Ajjaj. Alex meg így elrúgta. Őbe a buszba, mondja Alex a csarnak, elrúgtam 100 méterre a fejét. És az is izé gól lett belül. Hát. Azt nézni, mert eljöttek a zombik, azt gyorsan mentünk vissza haza. Gyors vissza átbeszél a terveket. Én pedig a puszon elkezdtem játszani nagymenőt, hogy izzó, hogy Maci megjött, én pedig elütöttem a zombikat. Mit ütöttél le Max a izét? A virágot a földbe, he? Azt ütötted. Mindegy, aztán elkezdtem így hízegni a növénynek, megálltam. Én mondtam, ez kurvára nem igaz, amit csinálta. Én mondtam, hát kölgyei artista, és hát ne így a öcsének, nekem vissza vagyok a idiótának. Hát én meg mondom, hogy hát ez egy hülye fasz, aki lopkodja az érszoftos fegyvereimet. Na, hogy ennek higgyetek, már ki Romániából jött ide, még csak nem is ide valós. Na, mind a nagy beszélgetés után mentünk, aztán egy zombi ott volt a busztak a tetején, aztán elkezdett minket baszogatni, meg ilyenek, aztán kiszi a szolgálaton kívül a Cselbi. Nem a Cselbi, már a Zsófi Arnagy is itta a kólát. Mondja, még van nincsenek bűncselekmények. Aztán látja, hogy 200 a hajt az a... Na hát akkor jön a bírság. Ja, ment utána, mondja, húzódjanak félre. Mondja az Alexa, nekem egy 2 éve eljárt a jogsim meg. Meg hát nem akarok megállni, mert akkor fassza húztak. Elkezdte így, nagy senkében a Zsófi elkezdte a kocsit így össze-vissza ütni, meg ilyenek, aztán a zombi végül elkezdte mondani, hogy fejezd már be a kurva mondókádat, Marcián, mert a hülye Tomika behez zavart. Ajjaj. Na én aztán felhívtuk a izét a Annát, hogy izé, mondja már nekünk, hogy hol temették el a bosszankát, mert nem ott temették el, ahol kellett volna a Falkasédi temetőbe. Mondja izé a Anna, most kalek, Anna, hogy kettőkor felhívtatok azért engemet, mert hogy te meg a idióta, Tom meg a Tomika, ti nem készültetek fel a témazához dolgozatot. Mondja Maci pontosan. Na, annál meg nekünk, hogy hol temették volna. Mondja Maci, hát menjetek a városházon, ott vannak a hülye boszorkánynak a síja. Mondja Maci, tényleg a városházon, nyomás oda a kecskevéti városházon. Mentünk volna oda, de a hülye Alex elveszítette az uralmát a volán felett. Aztán így a rendet is lehagytuk, de utána kizé Tomika egy nagyba keresi a Marci meg a lányt. Izé. Aztán a hülye Alex még majd neki ment a kocsijuknak. Ha hülye fasz. Tomika neki állt kalambozni. Mondja kúba anyátokat, honnan a rendőrség, amikor kéne, az elsik a rendőr. Otóra. Mert megszól a felség, hát itt a rendőr, bazd meg. Hát túl máshol is lenne. Megmondja a kúba anyád a fiaidnak. Na minden, aztán a kocsi a K.O. lett. Elkezdett sírni mindenki. Én megfogtam a zombinak a kezét, letöltem. Aztán mondom, áh, Tamáska a zombi gyíkos, aztán a zombi kivelte a szememet, aztán a keze pedig elment a gazdájához, én pedig ott izéltem a szembe, dörzsölgethettem. Hát, hülye fasz volt ez. Na, én azt mondom, aztán a zombik elkezdték a városi kecskevétieket ijeszgetni, meg ilyenek, aztán megmutatták a kecskevétek, aztán tömegverekedés volt. Hát... Bementünk a könyvtárba, én mondom, Abaszki, kitől az apokalipszis, és itt kell ezt szoktuk behunkani, mert nem tudjuk, hogy ott temették el azt a kurva zombit. Mondja a Marci, kussoljál már. Hát az nem derült ki. Elkezdtük keresni a könyvet, ugyebár, amit a hülye fejemmel jöktem a Marci a kezébe, azt elkezdtük keresni másik pótkönyvet. Na jó, megcsináltad. Aztán meg a Marci mutatta a boszorkánynak, ugyebár eljött egy boszorkány kép, aztán mondja a boszorkány, hogy add is el! Nem akarta hozzáadni. Vagy mondja a boszorkány, hova picsában van a hízó Benike, azt szokott engemet faszolni, de mondja, hogy szétruhalt a faszán. Meghalt. Na, hogy várta a Benikét?
Na minden, aztán eljöttek a zombik a háttérre, mondják a malcega, jó lenne, befejezzük azt a kurva mesét, amely az idióta rocker keci behezavat. Tomika. Na mindegy. Feljutottak a városházba, azt hitték, ott vannak benne a zombik. Hát nem. Hát a nagy győzködés után mi is összefogtuk a izémet, a Marci mert, meg én is. Mondom, hát jó van már. Ha már szegény Marci ránok kipécézik, akkor ne legyek már én is köcsögve, ha már izé a köcs adta és szoftos fejbe. Amit te eldobtál, te buzi 5 hónapra. Nem baj, akkor kapsz egy 10-est is pluszba még hozzá egy ispánt. Hát akkor egyre meg is tartatod, mert ennyire már izé vissza is azért az ára, te. Nem baj. Na minden, aztán meg mindenki mondta a Marcok, állítsa meg azt a kurva szörnyeteket. Végül nagy győzködés utaztom, az a Marc, Tomika beegyezett abba, hogy a zombi behettük üljön be a kocsiba. Na. Hát akkor nehéz volt rávenni. Mentek a erdő fel, mert ugye oda volt eltemetve a boszorkány. Aztán meg Marci nagy beszélgetés el, de kell beszélgetni a boszorkány, hogy miért csinálja ezeket, aztán mondja Marci, takarodj a kúványába. Ez. Majd tényleg a táskámon az a izé CO2 sehova, amit a hülye Tomikától elnyújtam. Tényleg van benne még egy golyó. Szóval rájött a lánynak a fejére. Fejbe lőtt. Ezek a boszorkány elveszítette a eszméletét, aztán Marci megfogta, aztán elkezdtek beszélgetni, hogy mégis ez mi volt, hogy beszéljék át a dolgokat. Aztán mondja, hogy jó, oké, akkor megbékélek magamba. Marci mondja, na ez a beszéd. Aztán a lány megcsókolta. Na. Ugye Marci, még nem elszámítottam el, hogy te egy büdös kúva vagy. Mindenki elnyugodott, a zombik és nyugalomra tétek. Mindenki, ünnepelte mindenki a Marcit, ha megállította ezt az egész szarságot. Izzi a Alex meg a... Izzi a Marci meg a húga összejöttek, a nővére. Mondja Marci, na bazd meg. Hát ez nem így kellett volna. A Storm pedig izé neki állt edzeni, és amit megátogatta a csaját Szegléden, ő is hazament Pest megyébe. Én pedig úgy töltöttem, hogy itt rakom. Mondom, hogy miért nem, már így sok hülyeség van. Ja, hogy tudjál, izé ne illalmas az életed, mi? Hát. Na minden, a Konisza titkot megtöltétek, a Tomika pedig elment elvonási tünetre, mert ugyebár ő még elhízolt, aztán izé elment refogyóra. Ezt a boldogon éltek, hogy meg nem haltak, továbbiakra pedig szoktatok rá. Ennyi. Továbbiakra. Na itt a